Bizony, mert hogy megérkeztek azok a felvételek, amiket vártunk Washingtonból, a Fehérházból. Négy szem közti találkozót tartott Orbán Viktor és Donald Trump, és ennek egy részén ott lehetett a sajtó. Mutatjuk, hogy mit mondott az amerikai elnök, illetve a magyar miniszterelnök. Don't do that. Great talent. Thank you very much. It's a nagyon great szépen honor köszönöm, to have with nagy megtiszteltetés, hogy itt van velünk Magyarország miniszterelnöke. Orbán Viktor rendkívül jó munkát végzett nagyon sok szempontból, és ezt Európa szerte sok helyen tisztelik. Valószínűleg csak úgy, mint én, ő is egy picit ellentmondásos, de ez nagyon rendben van, nagyon jó munkát végzett, biztonságban tartotta az országát. Meg fogjuk beszélni, megbeszéltük a NATO-t, hiszen Magyarország a NATO büszke tagja, és egy kicsit megismertük egymást. Beszélünk majd a kereskedelemről, nagyon sokat, és nagyon sok témát fognak megbeszélni Magyarország különböző képviselői, és nagyon jó időt töltöttünk együtt, úgyhogy miniszterelnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt van velünk a Fehérházban. Nagyon szépen köszönöm. Egy szót szólhatnék én is, köszönöm, parancsoljon. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Hagy mondjam el, hogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy oly sok magyar hozzájárult az Egyesült Államok rendkívüli fejlődéséhez. Nagyon örülök annak, hogy ismét itt lehetek, hogy megint fiatal lehetek, hiszen 20-es volt, amikor itt voltam először. Nagyon nagy várakozásaim vannak a délutáni megbeszéléssel kapcsolatban. Először is, hogy erősítsük stratégiai szövetségünket, illetve globális politikai kérdéseket megbeszéljünk, mert annyi változás történik a világban, és annyira hasonló a megközelítésünk sok tekintetben. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy együtt állunk az Egyesült Államokkal az illegális migráció és a terrorizmus elleni harcban, és abban, hogy megvédjük a keresztény közösségeket világszerte, úgyhogy elnök úr, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Igen, és ő nagyszerű munkát végzett a keresztény közösségek irányában, és ezt tényleg nagyra értékeljük. Lesznek tehát most megbeszéléseink, nagyon sok téma van a megbeszéléseink programján, a kapcsolatunk Magyarországgal nagyon jó. Nagyon szépen köszönöm mindannyiuknak. Ami a tarifákkal, kereskedelmi tarifákkal kapcsolatos lépéseket és reakciót illeti. Nos, hát elég egyszerű, az Kína az Egyesült Államokból hasznot húzott nagyon sok éven keresztül, nem csak az Obama kormányzatról beszélek, hanem sokkal korábban kezdődött ez. 400, 500, 600 milliárd dollárba került ez nekünk évente. Nem engedhetjük meg, hogy ez tovább folyjon. Nagyon erős az álláspontunk e tekintetben, erősebb a gazdaságunk, mint a valaha, és 2016-ban ez nagyszerű választás volt, azóta a számok ugye megváltoztak. Nagyon jó a kapcsolatunk egyébként, lehet, hogy történik valami, elképzelhető, hogy majd találkozunk, pontosan találkozni fogunk a G20-as találkozón Japánban, és valószínűleg nagyon gyümölcsöző lesz ez a megbeszélés. Most viszont több száz milliárd dollárról beszélünk, több száz milliárd dollárnyi bevételről, a vámtarifák tekintetében ezek, hogyha megnézzük, hogy mi az, amit eddig csináltunk, hiszen mi, amíg megválasztottak engem, ilyen nem történt, most meg több milliárd dollárnyi többlet árbevételünk van. 25% összességében 250 milliárdot jelent. Tehát 250 milliárd dollárnak a 25%-os tarifájáról beszélünk, aztán további 350 milliárd dollár van még, amiről még dönthetünk, ha úgy döntünk, ez is bevétel lesz. Tehát több 10 milliárd dollár beszélünk, ilyet még soha nem tettünk Kínával, soha nem tettünk ilyet még senki vonatkozásában, őszintén megmondva, hiszen gyakorlatilag az összes kereskedelmi megállapodásunk tekintetében kihasználtak minket gyakorlatilag. Ez egy nagyon pozitív lépés, imádom, hogy ebben a helyzetben vagyunk, lehet néhány megtorló intézkedés, de hogyha ezt összevetjük, mégiscsak alapvető ez a lépés. Ennek a pénznek egy jó kis része majd a mezőgazdaság a gazdáinkhoz megy, hiszen Kína bizonyos értelemben a
gazdáinkon élősködött, és hát nagyon fontos, hogy mintegy 15 milliárd dollárról beszélünk e tekintetben, úgyhogy ebből valamit vissza kell csorgatnunk a gazdáinknak, akik képesek lesznek ültetni, képesek lesznek olcsóbban értékesíteni, és képesek lesznek arra, hogy ezt felhasználják. Úgyhogy a mezőgazdaságban dolgozó gazdáink nagyon örülni fognak, a gyártóink nagyon örülni fognak, és a kormányzat is nagyon örül, hiszen több 10 milliárd dollárnyi bevételről beszélünk. Nagyon jól működik ez eddig. Sokkal kevesebb az üzleti kapcsolatunk nekünk Kínába irányulóan, mint nekik ide irányulóan. 100 milliárdot, ha vetünk össze, 600 milliárddal. Csak hogy önök is értsék. Nem kéne fizetni semmilyen, nem kell fizetnünk semmilyen tarifát, semmilyen vámtarifát, amikor itt gyártatik valami az Egyesült Államokban. Ami ebben az országban gyártatik, ellentétben azzal, ami Kínában gyártódik. És hát az lenne az ideál, ami nagyon sok ideális, ami nagyon sokáig így volt, amikor még okosak voltunk, amikor még olyan gazdaságunk volt, amely valóban különleges volt, akkor ez így történt. Most pedig egy olyan időszakot élünk, amikor óriási nagy növekedés és siker jellemez minket, amilyet soha nem láttunk még. De a régi időkben legyártottuk a termékeinket, aztán ezeket használtuk. Most pedig elmegyünk Kínába, és ott vesszük meg őket, ott vesszük meg ezeket a termékeket. Ha nem akarnak fizetni vámtarifákat, vámtételeket, akkor gyártassák itt, vagy vegyék meg olyan országból, ahol amelyek ellen nincsenek vámtarifák. Ugye nézzük meg Vietnámot, vagy más országokat. Úgyhogy végső soron arról van szó, hogy nagyon sok árbevételt eredményez ez. Ez már elkezdődött, gyakorlatilag 7 hónappal korábban kezdődött már. Itt ezek adók, illetve vám tekintetében valósult meg. Óriási nagy a hatása. Ha megnézzük az első negyedévet, ami történetileg mindig a legrosszabb, 3,2% volt a ráta. És nagyon sokan csodálkoztak, hogy ennek nagy részét a vámtarifa tette ki, amit Kínára vetettünk ki. Úgyhogy nagyon jó helyzetben vagyunk, és szerintem csak még jobb lesz ez a helyzet. Nagyszerű helyzetben vagyunk most, teljesen mindegy, hogy mit csinálunk. Azt gondolom, hogy Kína akkor is akarja, hiszen a cégek már bejelentették, hogy kivonulnak Kínából, mert nem tudnak versenyképesek lenni, hogyha Kínában termelnek. Úgyhogy nagyon sok cég, amit tenni fog, az az, teljesen természetesen, hogy kivonul Kínából és más országokba megy, hogy ne kelljen megfizetniük a büntető vámokat. Ez egy olyan dolog, ami Kínának gondot jelent, nem akarják, hogy ez legyen. Mi sem akarjuk, hogy ez feltétlenül történjen Kínával, de volt egy megállapodásunk Kínával, 95% volt ott, és az én munkatársaim, a Manchin miniszter úr, illetve Lighthizer, Bob Lighthizer elmentek Kínába, és azt mondták nekik, hogy azok a dolgok, amikben megállapodtunk, nem fog megvalósulni a jövőben. Nem, ez nem elfogadható, azt mondtam, hogy jó, rendben, oké, akkor alkalmazni fogjuk a vámtarifákat. Úgyhogy több 10 milliárd dollár ömlik be a költségvetésbe, az Egyesült Államok költségvetésébe és kincstárába. Meg fogjuk nézni, hogy mi történik Iránnal. Hogyha bármit csinálnak, akkor az nagyon nagy hiba lenne. Hallok olyan történeteket Iránról, hogy mit terveznek, de hogyha ezeket megteszik, nagyon meg fogják szenvedni. Közvetlenül fog találkozni Xi elnök úrral? Igen, közvetlenül találkozom a kínai elnök úrral, Xi elnök úrral. Igen, Putyin elnök úrral is találkozom. Milyen üzenettel küldi el miniszter urat? Azt hiszem, hogy az volt az üzenet, hogy soha nem volt még senki, aki ennyire kemény lett volna Oroszországgal, de közben ki szeretnénk értelmes kapcsolatot folytatni Kínával, Oroszországgal, bocsánat. Senki nem szankcionálta még Oroszországot ennyire, senki nem beszélt ennyire azokról az olajvezetékekről, amelyek ki Németországba és máshova mennek, ami nagyon tisztességtelen az Egyesült Államok és a NATO irányába. Hogyha nagyban nézzük ezt a képet, akkor azt láthatjuk, hogy az energia ágazatunk, mi vagyunk a legnagyobbak tekintetben, nagyobbak vagyunk, mint Oroszország, nagyobbak vagyunk, mint Szaúd-Arábia, nagyobbak, mint bárki más. És ez az egész azóta van, mióta én vagyok az elnök, mert én tettem meg, én tettem lehetővé ezt. Nagyon sok pénzt jelent. Az országunk nagyon jól teljesít, talán soha nem teljesítettünk még ilyen jól a múltban, és ez folytatódni fog, óriási nagy lehetőségeink vannak, ami Kínát illeti, de teljesen mindegy, hogy mit teszünk, ez nagyon fontos része annak, amit teszünk, a számadatok. Ezt alátámasztják a választás módon.
Megtettem, még nem tettem meg azt a döntést, további 355 milliárdra vethetünk ki 25%-os vámtételt, ami óriási nagy pénzt jelent majd bevételt, de a döntést még nem tettem meg. Nem tudom, hogy mi történik e tekintetben. Azt tudom önnek elmondani, hogy soha nem volt még senki annyira átlátható, mint a Trump adminisztráció, a Trump kormányzat. Nem volt semmiféle összeesküvés, nem volt semmiféle cselszövés, úgyhogy nagyon sok időt töltöttünk ezzel. Amikor a jelentés kijött, ez nagyon kedvező volt számunkra. Magyarországon a demokratikus helyzetek a mostani miniszterelnök alatt, ez a kérdés. Az embereknek nagyon sok tisztelete van a miniszterelnök tekintetében. Tudom, hogy egy kemény ember, de egy nagyon tisztelt ember, és a jó dolgot tette, a megfelelő dolgot tette az emberekkel, illetve a bevándorlás tekintetében. Ha megnézzük Európa problémáit, amelyek számosak, azt láthatjuk, hogy ezek a problémák azért vannak, mert Európa másképp tette ezt, mint a miniszterelnök úr, de hagyom őt beszélni, miniszterelnök úr, parancsoljon. Az emberekért, az emberek által és az emberektől, az emberekért. Ez tehát az alapja a magyar kormányzatnak. Ezt a kormányt a magyar nép választotta meg többször, és nagyon boldogan szolgáljuk nemzetünket. Mi van a reformokkal? 2011-ben fogadtuk el az új alkotmányt, és ez jól működik. Ne fogjeledjék el, hogy Magyarország a NATO tagja, és a NATO nagyon jó tagja, és ezt nem mehetünk túlságosan bele ebbe a témába nélkül, hogy ezt megemlítenénk. Miért blokkolja a demokrátokat, hangzott a kérdés? Azért, mert olyan kérdéseket tesznek fel, amikre nincsen joguk. Én is feltehetném nekik ugyanezeket a kérdéseket, úgy sem akarnának erre válaszolni. Az egyetlen dolog, amit szeretnének, az 2020-ban választásokat nyerni. Mi nagyon jó állapotban vagyunk, a legjobb a gazdaságunk, ami valaha volt, jobb a foglalkoztatási helyzet, mint amilyen valaha volt, a munkanélküli helyzet is sokkal jobb. Miniszterelnök úr, ma van az, hogy a legtöbben dolgoznak az Egyesült Államokban, az egész történelmünket figyelembe véve, mintegy 160 millió munkavállalónk van, ez egy óriási szám. Tehát 160 millió ember dolgozik, hogyha megnézzük az afrika-amerikaiakat, a hispánokat, illetve az ázsiaiakat, a munkanélküliség tekintetében a legalacsonyabb ez a ráta, mint ami valaha volt. Úgyhogy a demokraták azt akarják, hogy minden eszközzel ezt megállítsák. A saját személyes céljaikat az ország céljai elé teszik, helyezik, ezt nem tehetik meg. Van egy nagyon jó igazságügyminiszterünk, aki nagyon jó munkát végzett. Soha nem használtam információt, olyan információt, amit nem lehet, nem volt összeesküvés, ez az, amit a jelentés is megállapított, nincs erre szükségem, nem is volt, úgyhogy csak az ellenfelénk mondják ezt, de amit én látok, az nekem tetszik. Meglátjuk, hogy mi fog történni. Nagyon nagy probléma lesz Iránnak, hogyha bármit tesznek. Nem fognak örülni annak, ami történik. Nem lesznek boldogak ettől. Ön maguk is rájön, önök is gondolhatják, hogy mi történik ezzel. Jó, van-e bárki, aki másik szeretne kérdést feltenni a miniszterelnök úrnak? Vannak-e kérdések a miniszterelnök úrhoz? Tudnak-e bármit mondani arra az amerikai állampolgárról, amit a franciák mentettek meg Afrikában? Igen, a franciák nagyon jó munkát végeztek, nagyra értékeljük, és már kommunikáltuk ezen érzéseinket. Együtt dolgoztunk velük a hírszerzés tekintetében, és képesek voltunk ezt a személyt visszahozni, hazahozni. Nagyon köszönjük a franciáknak, nagyszerű munkát végeztek. Nem akarom elmondani ezt, majd későbbiekben esetleg erről is beszélhetünk. Nos, az elmúlt években történt ez, hogyha szeretnének beszélni a mezőgazdasági minisztériummal, szeretjük a gazdáinkat, hiszen a gazdáink azok elképesztően jók, semmelyik ország nem tud jobban teljesíteni, nagyon hazafiak a mi gazdáink, úgyhogy nagyon oda fogunk figyelni rájuk. Nagyon szépen köszönöm mindannyiuknak.
Ez volt tehát a közös sajtótájékoztató Washingtonból, a Fehérházból. Ahogy láthatták, ez az úgynevezett bekiabálós sajtótájékoztató, tehát az újságírók nem csak Magyarországról, hanem bármiről kérdezhették Donald Trumpot. Azt mondta az amerikai elnök, hogy jó munkát végzett Orbán Viktor, mert hogy biztonságban megőrizte az országát. Azt is hozzátette, hogy a magyar kormány nagyszerű munkát végzett a keresztény közösség védelme érdekében, sőt, megjegyezte azt is Trump, hogy nagyon jó az Egyesült Államok kapcsolata Magyarországgal. Még azt is hozzátette, később hallatták, hogy Magyarország a NATO nagyon jó tagja. Orbán Viktor pedig, amikor szót kapott, akkor azt mondta, hogy büszkék vagyunk arra, hogy sok magyar hozzájárult az Egyesült Államok fejlődéséhez. Nagy várakozásai vannak a miniszterelnöknek a megbeszéléssel kapcsolatban. Az a cél, hogy erősítsük stratégiai szövetségünket Magyarország, illetve az Egyesült Államok között. Magyarország büszke arra, Orbán Viktor szavai szerint, hogy fontos ügyekben, például az illegális migráció és a terrorizmus elleni harcban közösen lép fel az Egyesült Államokkal. Ennyi tehát röviden, ami a mostani sajtótájékoztatón történt. Most kezdődik majd a két delegáció közötti plenáris ülés.